születtem, mi a szín. Tanítónak a tárnáit is mi fejtük, gyerekek az iskola. Oda mentem is, ennek a német katonának levettem a sisakját, és kihúztam a szívéből a tört. Minket nem vittek le a légópincében, mert mink halálra voltunk kitéve, és mind a ketten élünk. Nagy parasztok tudom, mindent söpörtek a parlásról. Volt, aki szembe szállt velük, a volt a baj. Oszisi Álvászik pedig nem köl fényi tőle, rossz pénz nem vészel. Lehet, hogy a feleségem nem az lett volna, ha a sógornak a haverja nem hozzáll motorra. Ez egy igaz szerelem volt. Akkor nem így volt, mint most, hogy a kettesbe mentek a legény meg a Leán bujkart, a kittot meg kömbölögtek. Ajaj, nekem ez becsületes. Ajj. Hát aztán a végén azt mondja, nézd, én ezt tudom ajánlani, nem fogsz megszínni érte. Gyönyörűen tudod keringőzni, milyen táncokat csináltunk, hanem papa, a táncolunk sose vagyunk fáradtak, nem érdekes? Kocsmárosnak a lánya, nem volt olyan túl szép, de tudtuk, hogy jó kaja lesz. Odafordítottad a harckocsi veletti a csövet, na mondjuk vége. Na jön a martyr. Ez volt a legnagyobb ügyem, de aztán nem is bántam már, mert szegény családom is megszenvedte. Engem minden ideküt. Itt nagyon jól éreztem magamat. Én ihászim, mert én innen már nem akarok elmenni. Nehéz időszak volt abban az időben, 44 után. Akkor, amikor vége lett a második világháborúnak, tovább folytatódott az általános iskolában a tanítás. Akkor az úgynevezett osztályidegeneket bérlistázták. 46-ban, mikor a grófi birtok itt szétment, ugye, mikor a grófi negy elmenekült, kiment Olaszországba, vagy hol, nem tudom, hova ment ki innen, de ugye volt Eszterházi Károly, volt itt a gróf, kiment oda. Általában a szegényebb emberek is kaptak birtokot, mikor kiosztották a grófi birtokot, ugye? Ugye akkoriban osztották fel a cselédek között, az itt lakók között a földeket, a gazdagok földjeit. És akkor kiosztották az itt lévő cselédek, lakók között. Hát aztán apámék, meg a többi itt lakó is, hát nekiálltak, majdnem, hogy nulláról indultak. Nem volt nekik semmiük se, de hát a földeket művelni köllött, a földeken dolgozni köllött. Általában a gyerekek is ugye be voltak fogva, ma akkor, mit tudom én, aratni, mert aratás időszakban ugye a családfő volt, ugye, mit tudom én, a gazda, a gyerekek ugye a szolgák magyarul előben. Aratáskor ugye marokszedő, kaszás vagy kötöző, mert ugye kévefából ilyen kötő, hegyes fa volt, és ugye összehúzták a kévét, és akkor behúzták a kéviket. És akkor mindenki ugye próbált egy kicsit ugye jobban élni, meg mit tudom én mi. Na ugye aztán nekiállt a kapám még gazdálkodni, ugye amikor megkapták a földeket, de ott voltunk, mint apró gyerekek. Sorba jöttünk. Tehát gyereket nevelni, a földeket művelni nem volt egyszerű dolog. Semmiből. Már ők akkor nem volt napközi, nem volt oboda. Az öregek, az öreg szüleink, azok nem tudtak ránk vigyázni. Hát mit tudtak csinálni? Amikor már olyanok voltunk, hogy még majdnem, hogy járni, menni se tudtunk meg beszélni, főpakultak bennünk a szekérre, és kivittek a határba bennünket. Az én édesapám 1 éves voltam én azon a napon, mikor meghalt, úgyhogy akkor nem volt semmi vizérsági. Talán olyan, mint akinél dolgozott már ács, mert ott talán segítadott a szagyukramnak, én erre nem is tudok visszaemlékezni. Aztán a názám munkát minden rokonok, akik férfiak voltak a rokonságban, azok segítették megcsinálni a masinálásra, az aratást, meg a masinálási segítség ilyenek. Nem volt villany, nem volt víz, hanem a gémes kubból húztuk fel a vizet, fürdőszoba nem volt. Talán a nagyobb lányok segítettek a kettő testvérem a főzésbe, hát meg mosogatásban is, szóval mindenben volt segítve, már kézi mosás volt, tehát
meg hát ráadásul nem ám olyan valamikkel, mert az sokkal nehezebb volt, ugye szappannyal mostunk meg minden. Nyár jó volt, mert lementünk a Ságira, hát mondom, a Sági volt akkor, de Marcal folyó, ott fürödtünk. Aztán ott volt a tisztokodás, télen meg vasfadikba melegítettünk a spalhátán vizet, aztán a lavortba mosakodott a gyerek, meg a, hát a felnőtt is. Ilyen dolgok voltak a mi időnkben. Meg hát mindenféle állatot etettünk, tyúkok voltak, disznók voltak, meg hát marhállomány is volt, tehenek voltak akkor. Nem volt ám a teheneknek se annyi etetni való, mint most dara meg minden. Már amikor jöttek is tavasszal, mikor jobb idő volt, jött a fű a partokon, meg mindenben, az erdőben ilyen zsákokba mentünk el, zöldet szennyi az altoknak, már semmi etetni való nem volt. Aztán azt mindent ugtultuk, az a biciklin, meg mindenem, szóval volt akkor szegény élet. Játékunk nem volt. Nem emlékszek, hogy nekem volt játékom. Meg a testvéreimnek se. Meg aki nagy családos volt a gyerekeknek, nem tudott venni, már nem is volt játék. Hol tudott volna venni? Az volt a legkedvesebb játékunk, hogy a bicikli kereket, a felnit, kiszoktuk a küllőket szedni, meg az agyat, aztán ilyen drótból hajtottunk egy ilyen U-alakú hatos gömbvasból, hát akkor csikódróknak nevezték, és akkor azt hajtottuk, úgy örültünk neki, hogy le a kalappal, hogy az volt a játék. Itt is volt egy-két jobb módú. Na most azok voltak itt a jobb módúak, akinél kevés gyerek volt. Egy gyerek volt, esetleg kettő. Hát aranyom olyan volt, hogy a gazdagok ki akarták használni a szegényeket, elhívták munkára, de alig fizettek nekik. Egy kis aludtáját, vagy egy kis ilyeneket adtak nekik. De ugye, aki azért szorgalmas volt, bérelt földeket, tartott állatokat, például mi, már az én családom az egy nagyon dolgos emberek voltak a szüleim, nálunk volt annyi állat, meg föld, mi állandóan kapáltunk, meg etettünk, meg adtuk le az állatokat. Úgyhogy, ugye Emilházán mindenki nagyon szegény volt, mert oda mindenki úgy került oda, cselédnek. És aki valamire akarta vinni, annak dolgozni kellett. Jött a beszolgáltatás ideje, leszöpölték a padlást, elvettek mindenünket. Nem tartott olyan sokáig. Ez a földosztás, mikor megtörtént 44-ben, 44 után, ezt tartott olyan 5-6 évig. Mert ugye utána kezdődött az államosítás, úgy volt, tehát az államosítás, megalakultak az állami gazdaságok, a TSZ-ek alakultak, és ezektől a földes, ezektől a cselédektől, akiknek kiosztották ezeket a területeket, földeteket, újból visszavette az állam, illetve hát oda vissza kellett adni. Beavitálták őket, jöttek, hogy hát lépjenek be a gazdaságba, az állami gazdaságba, hát ugye nem volt kötelező, de azért mindenkit meg tudtak győzni. Maszakultunk, amíg lehetett, ezt a édesapámat, mondjuk eléggé elismert paraszt ember volt, értelmes ember volt, hogy úgy mondjam, amíg lehetett gazdalkodott, de tényleg nem akar beállni. Ma akkor ketten voltak csak kint. Egy másik ember, kevés földdel az is gazdalkodott, de bótus volt itt a faluban, kereskedő. Apám az utolsók között volt, aki belépett a gazdaságba. Már ugye világ életében ott kezdte cseléd gyerekként, aztán hát ugye ő neki nem tetszett ez. Lapám nem akar behagyni, ezt mondom neki, de figyelj, hát magad maradsz, meg a bótos, de ezt is megtörik, mert előbb-utóbb. Hát az így került be a TSZ-be. Hát mondjuk olyan pozíciót nem végzett, nem is volt brigádvezetősre, tehát például a csíflésbe, csíflőgép mellett mázsalló volt, ilyen bizalmi állásokba beszoktak állítani. Végrehajtók voltak azok, valaminek, ilyennek mondták. Szóval, hát az
még ilyenekhez is, szegényekhez is bementek már akkor még, ha valaki disznót őt, még a zsírból is be kellett szolgáltatni nekik. Nem tudom, majd be kellett volna, aztán volt, aki azt meg tudta valahogyan úgy oldani, hogy amit nem jelentett be, hogy ilyen megcsinálták, vagy pincébe, vagy valahol, aztán a zsírgyárt meg elásta, vagy valami, már akkor meg ne találják nála, már akkor meg megbüntették volna, meg el is vitték volna. Olyan, ilyen szegényektől ilyen tizétek, de a nagy parasztoktól mindent söpörtek a pallásról. De volt olyan ide is, hogy semmiféle 2-3 napon keresztül nem került semmi étel az asztalra, mert annyi volt a beszolgáltatása a tiszhold föld után, hogy nemhogy kenyér, betőmagot is mindig úgy kellett megvenni az apáméknak és utója, mindig elután szolgálni kellett az éve. Hogy járták a házakat, összeszedtek mindent. Állatot, szerszámot, mindent. Mi nekünk is volt két gyönyörű lovunk. Hát annyira fétette édesapám meg édesanyám azokat a lovakat, elvitték hátra, nem az istálóba. Volt egy ilyen takarmányos szín, vagy nem is tudom mi volt. Széna is volt, bán szalma is egy részén. Oda kötötték be, hát ha ne vegyék észre. Na hát ugye a faluban mindenki tudta, van két lovunk. Jött az elnök, ugye Pestül jött le az az elnök, nem tudom, mi volt a neve neki. Mindegy, bejött, azt mondja, Füleki bácsi, biztosan tudjuk, hogy van két lova, adja el őket. Hát azt mondja, én biztos nem adom oda őket. Hát mondták, hogy ha nem, akkor így lesz, meg úgy lesz, hát oda kellett tenni a lovakat. Tánat lehetett meghagyni. Több más nem. Meg esetleg szőrtiszt. Hát volt nagyvágyámnak is, egy tehenem, meg az apámnak is. Ezt azért egy kis pénz onnan is csúrgogált, meg az élelmezésnél is segítség volt. Aztán ugye, aki kocsisnak lett szavazva ott a faluba, az hajtotta mi lovainkat, meg a kocsit. Na de ugye, ha belevágott a lovakba, hogy menjenek jobban, vagy mit tudom, én édesanyám meglátta, mindig összeveszett vele. Mondom neki, azért nem kell annyira mérgesnek lenni, hát nem azért üti meg azt a lovat már, hanem hát egy kicsit biztos, hogy jobban menjen. De hát el nem szívelte, hogy a mi lovunkat valaki bántsa meg minden. Egy évben egyszer lehetett, talán tudtunk disznót vágni, de azt is be kellett jelenteni a tanácshoz, már csak engedélye lehetett vágni disznót. És a tojás, amennyit tojtak a tyúkok, a disznó zsírt be kellett szolgáltatni, bizonyos mennyiséget a tojásból is. Szegény anyám mindig szokott sírdogálni, mikor úgyis kevés volt a sok gyereknek a zsír, meg a tojás, azt még abból egy részt elvitték. De bizony sokszor eszemet nem hagytak. Már ki volt írva, hogy melyik családnak mennyit kell leadni. És ha az utolsót is, mindent lesöpörték. Aztán elvitték. Akkor lett aztán szegénység a faluba. Na de a kulákoknak voltam, már onnan nem vitték ám el. Malomsokon nagyon sok kulák volt. Úgyhogy azok igen fölényben voltak. Aztán ugye a szegény ember rá volt utalva, hogy potom pénzért menjen neki dolgozni, hogy vagy gabnát adjon érte, vagy valamit, hogy a kis állatjának legyen enni. Úgyhogy szóval harcos volt akkor az élet, mikor begyüttél. Csak sajnos ugye az volt a legnagyobb, hogy ugye leadás volt. A hadisarcot, ugye a háborúnak a vesztesek lettünk, ugye azt meg kellett fizetni. Amiért felszabadítottak bennünket, az súlyosan meg kellett a Szovjetunió felé fizetni azt egyét, ugye. Tárgykölcsön és békekölcsön. És egy havi fizetés fel kellett ajánlani a békekölcsön javára. És ugye aki nem iratott, ugye azt elvitték. És sajnos annyira megkínozták az andrásítom vagy valami, hogy volt, aki nem is tért vissza. Egyik, mert a máskát még be is súgta, olyan is volt. Ugye az emberek azok akkor se volt mindenki már megbízhatott, ugye az olyan dolog volt. A háború előtt az itt lévő Karádi Katalinnak a barátnője, a Schwarzné, ugye? Két laki volt mind a kettő, háború után mind a kettő diszidált, kimentek Németországba. Karádi,
apja az visszajött, a Schwarzné visszajött, de amikor visszajött Magyarországra, egy hónapon belül elgázolt egy teherautó. De amikor ugye mondta, akkor nem lát a határba kimenni, már most már járnak ezek, meg azok. Na hát édesanyám mondta, menjünk csak gyerekek, gyorsan, hál fognak is bennünk a takarmárépát, még szedjük ki. Lopva szedtük ki a takarmárépát. Tehát testvérem volt ilyen jó nagy kis kocsink, azzal húzkodta haza, már malovunk se volt. De azért a kélelmesebb volt, mindent megoldott. Mi maradt megint a szegény embernek semmi se? Már utána a gazdaságba ment dolgozni. Annyit jártunk kapálni. Volt egy kártészkárt Malomsokon, az Ivanovné üzemeltette, oda jártunk ki. Aztán, mikor a TSZ megalakult, akkor jöttünk rá, hogy ha mégis el kellene menni tanulni, hát egész életünkbe kapáljunk. Hát nálunk abban az időben kimaradtak iskolából a 8-os nagy lányok, csinos helyes lányok, azok nem tanultak. Ritka, amelyik tanult, hogy elment tanulni, hanem annak dolgozni kellett, az ment a mezőre, ment a határba. Lányok általában olyan munkát végeztek, amit a fiúk nem nagyon szerettek, mert az se szeretett, de annak könnyebben hajult a gyerek, ha már egyezték a répát. 15 éves voltam, ugye 50-ben maradtam kiskolából. 16 éves koromban még elég a Nagykárolynál én is, mint, majdnem mint szolgaivé, hát széjjelettem is, mert a kocsmajtóba csak évig kívülásettem befelé, mert annyi pénzem nem volt, hogy bemehessek, hogy igyak egy korsósot, vagy mit tudom én, valamit. Hát aztán ott van az apám, már egy kicsit összeszólakoztam, és akkor eldöntöttem, hogy elmegyek innen a faluból. Ugye? És akkor mentem a Dunajorosba, a mélyépítő vállalathoz. 51. Június vagy júliusában, most már pontosan azt nem tudnám megmondani, lokátorállomás telepítése miatt kerültem ide. Aztán hát Farkasd, az szintén Marcoltőhöz tartozik, addig azt se tudtam én elnézést, hogy Marcoltő merre van. Egy olyan 48 fővel települtünk ide. Minden hónapban volt párgyűlés. Mondja nekem a doktor Szejjernél. Jerzy néni, párgyülés volt, képzelje az este megint, mondom, tudok róla. Azt mondja, tudja, csak föl kell tenni a kérdést, még meg se várják a végét, éljen helyes. Azt mondja, ezek mindenre helyesülnek. Mi velünk ezekkel semmi bajom nincsen, már csak ilyenek ezek. Hát a díszbe beléptem, kislány nem voltam szervelete, úgyhogy mindig a haladás útján voltam, a mai napig is, de soha nem voltam szervezetnek olyan értelemben. Hát a díszbe is csak azért léptem be, mert a közösségbe, mit tudom én, rendezvényre, vagy bálba, vagy moziba, vagy mit tudom én, ilyen helyiségekbe, aki nem volt szervelete a dísz, vagy mit tudom én, írjében, az nem nagyon engedték be. Pár gyűlés után mindig berúgtak. Hát én alig tudtam, amiket haza transzporálni, mert ebben az utcában laktak, ebben a mély arokban hanszor esztek bele, meg kihúztam őket. Hát mondom, gyerekek, én többet nem várom meg a párgyűlés végét, hát nem vagyok én ebben kénytelen, ezeket gardírozzam, aztán én sem érek haza. A postás Bözsi néni jön, azt mondja, Erzsi, gyere, ám visszaállászott a nyakláncom. Hát mondom, ilyen sötétben unkálászom a nyakláncodat. Másnap jött, mert ő volt a postás, azért került ki, már mindig ivotta is. Azt mondja, te, nem veszettem el a nyakláncom. Belecsúszott ide a vegyibe valahogy, addig kapaskodott. Elég sokat bejártunk a boltba, a falunak a boltjába. Az hol volt? Azt kérlek szépen, most van az a maszek bolt. Igen. Akkor mellette a pékség, még mellette lévő ház se volt akkor. Az végig egy hangya szövetkezeti bót volt. Egy űrmös nevezetű ember volt a gazdája. A vállásra sokat adtak. Ugyan mámaszt is sokat annak, nemhogy mind a kommunista rendszerbe, hogy sokan nem mertek elmenni templomba, már így lesz, meg úgy lesz. Hát volt
Marcell tűnt többek között egy állatorvos. Nagyon közvetlen, becsületes ember volt, az minden vasárnap elment misére. És nem bocsátották el. De volt olyan, aki olyan karrierista, aki azt a rongyot direkt mise alatt szinte lázítón sétálgatott a templom körül. Hogy ezzel bizonyította, hogy ő a rendszerem, mert nem a vallása. De hát ugye volt a problémánk a pappal. Mert volt ugye a Józsinak a bérmálása, hát azt mondja, na, ugye ő neki felajánlották a munkahelyén, hogyha elmegy, ha beáll a pártba, akkor elküldik iskolába, aztán leteheti a, mert ugye gőzösön járt, leteheti a motorvizsgát, a villanyról, mindenről. Hát eleve beállt a pártba, mert hát az Erzsike 3 éves volt, hát kellett a kenyér a gyereknek. Beállt a pártba, el is ment iskolába, oda járt másfél évig, azt hiszem, Dombaváron volt az iskola. Közben jött a bérmálás, mondja a pap, hogy nem lehet ám a gazsi bérma keresztülő, mivel kommunista, így mondta szemembe. És ott jött a hatacári. 55 április havába irány Budapest, de teherautókkal. A gyerekeket meg személykocsikkal vitték. El nem tudtuk képzelni, aztán a végén azt nagy nehezen a parancsnok megsütta nekem, hogy el van rendelve, hogy Budapestet körbe kell légvédelmi ágyukkal telepíteni. Mint pápai diák, itt Marcellton érte meg az 1956-os forradalmat. Itt Marcellton a következő formában történtek a dolgok. Az iskola igazgatója, Harsányi László, ő volt a forradalmi bizottságnak az elnöke. Az elnök helyettese, akiről senki nem beszél, a Vejszedének hívták. Abban az időben Pápán középiskolába járt, középiskolai tanuló volt. Kalmár Frigyes úgy szintén Pápán középiskolába járt, középiskolai tanuló. Akkor elkezdtük telepíteni. Budaörs, Budakeszi, és akkor körbe Budapest, az összes üteget föl kellett állítani. Úgyhogy mire jött az 56-os balhé, akkor már körbe volt ágyúzva. De aztán nem mondták ám, hogy miért, vagy hogy, vagy mint. Csinálni kellett. Nagyon féltek az emberek akkor. Már aki kommunista volt, azért félt, aki nem kommunista volt, azért félt, ott akkor nagyon félt egyik ember a másiktól. Már nem tudták, ki kinek a pártján van. Úgyhogy akkor nem volt olyan jó világ az 56-ban. Sok ellentét volt a népek között is. Már a kulákok bizonyig ellenézték a szegényeket. Nagyon nagy fölénybe voltak. Azért maradt meg ott felele any magnak, már nem mentek félre, már szegényen nem mentek hozzá. Gazdag meg ugye mégis egyik a másik, ha nem akart, hogy annyi öreg Leán maradt, mint az Isten nyila, már válogattak. Szegény embereket mindig lenézték. Hiába volt valaki szép vagy okos, avval azok nem törődtek, csak a gazdagság számított. Idehaza nem láttam a ellenforradalmat, hogy már katona voltam. Mondjuk, hogy meleg volt a helyzet, mert mi este kint voltunk Veszprémbe, mozivak, de csoportosan a egyesével nem engedtek bennünket, mert beittünk. Mert ugye leszerelés előtt tartunk. Már ki is voltak tűtve a katonakönyvek október elejére. Hogy azt a 23-án dőlt össze minden. 1956 a forradalom kitörésének napján egy lovaskocsi állt meg itt szembe, úgynevezett Bástyánál, és leszálltak ezek a fiatal emberek, és a Kalmár Frigyes fölállt kérne szépen ennek a bizonyos korlátnak a tetejére,
és elszabolta a talpra magyart. És a talpra magyar elszabolása után azt mondta, ki nincs velünk az ellenünk. Én, mint fiatal ember, innét az ablakról néztem végig, az édesapám a másik szobából. Éppen a kárba raktuk össze a takarmányrépát édesanyámmal, édesapám még elment, hogy hozza a másik fordulót, aztán egyszer csak Isten áld meg a magyart. Jézus Mária, mondom, hát most te mi? Elkezdtünk futni végig az udvaron, ki az utcára, hát dombon van a paplakás, mondom sokon, aztán ott a tétiek teherautóval jöttek, aztán ugye azok bonyolítottak, kiabáltak össze-vissza, mit tudom. Aztán egyszer csak eltakarodtak, aztán ugye este még átjöttek ide. Templomból összeszedték az összes zászlót, meg mi aztán ugye megint ment a húlyogatás. Én nem mentem el. A kocsival kívül átjöttünk, aztán ott, hogy kiabálták, hogy aki akar csatlakozzon, szóval fölőzértünk, hát voltunk bennek ilyen fiatal lányok is többen is. Azt tudom, végig ének szó volt, hogy mi volt, nem tudom, aztán itt ezen a téren, itt megállva, szóval itt mindenki kigyütt, mikor kiabáltak, szóval itt lett a talpra magyar elszabarva. És felöltöztem, azt mondtam, édesapám, én megyek ki, mert én úgy érzem, nekem ezek között van helyem. Azt mondta, fiam, nem mér sehova. Itt fogsz maradni, mert ami most megtörtént, egy világhatalom hadseregével szembe, a magyar nép, az maroknyi, az semmi, azt ha kell, eltörlik még a földszínéről is, és akkor te is azok közé kerülsz. Én ezt meghallgattam, tudomásul vettem. Visszamentünk még Malomsokra, meg azok meg Nagy Malomsokra, aztán ott, hát ma biztos éjfél volt, vagy több, mikor hazaértünk. Ugye hazamentünk a moziból, hajnal, kora hajnalban riadó. Hát gyerünk a riadót, ez a hamar fölöltözni ezt a futás. Mert ugye gyűjtek a ruszkik. Hát mese nem volt, már parancs volt. De azért arra vigyáztunk, hogy a lehet lőnyek öljön. Bújkáltunk ott abban a bunkerban tulajdonképpen. Na most, amikor már mégiscsak jöttek jelzések, hogy na most már lecsendesültek dolgok, akkor kérlek szépen már kezdtek beszivárogni a dolgok, hogy hát nyugi, nyugi, mert már itt vannak a izék, meg mi egymás, és maradjunk a seggünkön. Tehát nyugtattak bennünket. Megindult ez a népvándorlás, akkor a magyarok vonultak csapatostul. Ugye ez az országút, ez Soproni országút, ez vitt ki innen, ez volt a legközelebbi utja a határig, a határos, tehát Sopron. Ezen az úton egymást érték az emberek. Ezek jöttek Pestről, meg az ország különböző részeiből, gyalog, nem eszközökkel, motor, meg autó, akkor még nem igen volt. Tehát jöttek gyalog és mentek, gyalogútak erre az úton végig. Ez előttem van, és ugye volt, amikor bekérezkedtek, szomjasok voltak, vizet kértek, vagy bármi, meg hát a kis táskaikban, amit tudtak, összeszedtek, ugye mentek ki nyugatra, hogy majd ott jobb soruk lesz, jobb sorsuk lesz. Az események tovább fokozódtak itt, Marszaltőkösségbe. Megalakult a nemzetőrség. A nemzetőrségnek a vezetője volt a Harsányi László, a helyettese a Kalmár Frigyes, a gazdasági felelőse pedig a Vejszede. Én, mint fiatal gimnazista gyerek, én nekem a következő posztot jelölték meg, mivel nagyacsád itt van a szomszéd községben, ott van egy lőtér, ott volt egy óriási fegyverraktár. Terrautóval odajártak a fegyverraktárhoz, ott fölrakták rá a különböző fegyvereket, fölhozták a polgármesteri hivatal elé, és itt lerakták, és mindenki olyan fegyvert vett magának, ami neki tetszett. Én nekem a golyószóró tetszett, az volt a legnagyobb, én egy golyószórót hoztam el. De, azt mondta az apám, fiam, azt a fáradtságot kell venned, hogy ki, amilyen fegyvert elvitt, annak a számát és az egyének a nevét fel kell jegyezni.
mint az iskolások kimentünk ide a Major kapuba, a tanárokkal együtt, meg idősebb bácsikkal. Hát hallgatottunk, hogy mi van Pesten, mi lesz velünk. Aztán pápa felül egyszer csak jött egy ruszki harckocsi. Itt is voltak oroszok, jöttek tankokkal. Itt vonultak el. Itt lakom, most innen nem látni, egy hullámpalás házba. Tudom, az ablakunk alatt állt meg a harckocsi. Két harckocsi volt. Ott állt meg, és itt érdeklődtek Ihásziba. Már itt a csád, hallottatok róla, tudjátok, ott volt egy lőtér. Ott állítólag akkor katonák állomásoztak, katonák voltak. Na most ezek az oroszok, ezek oda szerettek volna menni, csak ugye eltévesztették. Nem az acsári úton jöttek, hanem ezen a soproni úton jöttek be idáig, Ihász, és itt kérdezték meg, hogy hol van a acsár, ugye azt keresték. Azt akkor itten volt egy illető, egy idősebb bácsi, aki abban az időben járt Oroszországba, meg elég jól tudott oroszul. És avval tudtak ezek itten kommunikálni, beszélgetni, hogy őtől kérdezték meg, azt az öreg bácsi, ugye egy nyugdíjas bácsi volt már szegény, aztán az mondta meg nekik, hogy hol van a csár. Aztán ugye ezek ott ültek a tankon, egyik tank ide bejárt a Major kapuba, ott volt benn, a kis katonák meg fönt ültek, tehát kívül. Soha nem felejtem, törülgette a kis katona a fegyverit, még minden, aztán véletlen elsült nála. De úgy sült el, hogy szerencsére az embert, meg semmilyen idét nem találtál, se ő közülük, se mi közülük, mert ott sok ember összegyűlt, meg gyerek ugye ott kíváncsiságból. Aztán valahol az a golyóval már eltévedt. De hát nem történt belül baleset. Erre emlékszek. Hát még aztán a tiszt, akkor azt is tudom, hogy a tiszt nagyon lecseszte azt a kis katonát, ugye szólt neki, meg elvette tőle a fegyvert. Aztán, amikor, hogy na, hol van, akkor oda megyünk, ott az ablakunk alatt, ahol mondom, ahol lakunk, az egyálló helyben az a harckocsi megfordult. Majdnem a csövebe együtt a lakásunkba. Megálltott az iskolát, a volt kultúrház, az emlékpartra szemben, ott a kapunál, megfordult, még akkor Makadám út volt ez az országút, egyált a helyben akkor egy krátert csinálta az a láztalpas, a csövét egyből oda a csoport közé, már mink meg a gyerekek, a tanárokat, meg az időseket körbevettük, hallgatolóztunk, hogy nem volt tanítás, már erről ment mindig a beszélgetés, hogy mi történik nagyvárosokban. Hát az volt a szerencsénk, hogy valami tudott magyarul az ruszki officer, vagy kapitány, vagy minek mondták ezeket, aztán odaadjött a tömegbe, azt csak annyit mondott, hogy oszoljunk szét, mert nem szabad tömörülni. Aztán visszament, de ugye odafordította az a harckocsi vezeti a csövet. Na mondjuk vége. Ha akkor az a mi a fene nem jön, akkor lehet, hogy most mi majd nem beszélgetünk. 56-ban ugye akkor már itten állami gazdaság volt. Itt a főbejárat, ez a kapu, ez egy diszkapu volt. Egy szép kapu volt, de hogyan volt szép kapu? Jobbról balról, ez egy ilyen vasból csinált kapu volt, fölül meg ilyen íveltem volt a íz, és annak a két sarkán, meg a közepén csillag volt, vörös csillag. És aztat itt egy-két ember, most már konkrét nem is tudom, ugye, hogy leverik a csillagokat. És neki álltok, vagy levert, le is várték tudomásom szerint, aztán hát ebből bizony nagy izét álmat, mikor ugye vége volt a forradalomnak, levárték a szabadságharcot az oroszok, akkor ugye kezdték, ugye na ki is volt az? Ki csinált ilyet? Hogyan merte? A hír ment, volt rádió, telepes rádió, habár itt már volt Ihászon, volt villany, itt már volt valamilyen néprádiónak hívták akkor, és akkor egy-két családnál volt, és ott hallgatták a rádiót, hogy mi történik a nagyvárosokban. Ilyen információt csak a rádión keresztül. Az itthonról én sajnos nem sokat tudtam, mert levelet nem kaphattunk
amíg el voltunk fogva, aztán meg hát nagy nehezen sikerült haza kerülni. De csak úgy, hogy hát egy szállék egyenest Veszprém külsőrűvonattal lementünk, onnan Dárfapára, de közben már esteledett, azt már kezdett alkonyolni, vonatot nem engedett ki az állomás. A gyalog kecsültem haza. Újból indult az élet. 56 után, ugye én mondom, hogy láttam olyan, mondom, 12 éves, még mink is gyerekfájra menjünk, diszidáljunk, összedugtuk a fájunkat, ugye sokan voltunk, mink itt ilyen gyerekek, unokatestvér, diszidáljunk, mi is gyerek. Elmentünk a Hősök sírjáig, ahol laktok, tudom, ott visszafutottunk, ó, nem távon megyünk minkkel. Én itt éltem, itt élek, én a hazámat nem mondom.